Különös tekintettel dr. Hörcsi Bihár országgyűlési képviselő urat, Sáfján Donkó József Béla tankerületi igazgató urat, és Félix Krisztina szakmai vezető asszony, akik összegyűltek itt velük, hogy méltóképpen megünnepelhessük az Ilosvai Selmes Péter általános iskola fennállásának 120. évfordulóját. Műsorunk vezetőjeként Tóth Árpád köszöntő című költeményből szavalt tímárját, hogy 6. évfolyamos diákunk, melyet követően iskolán 8. diákjai bevonulnak iskolán zászlaját. Köszöntő, te kedves udvar, meghitt régi termek, te 120 éves drága iskola. Ma minden régi hívet újra gyermek, s köszönt, mint kis diákok frissora. Ma összegyűlünk a szelíd szigetre, melynek vihar nem rothatja falát, ma összebújjuk szépen a szívedre, mint anya szívére a kis család. És rátekintünk, és megilletődve látjuk virágzó ifjúságodat, mely büszkén és bízul néz a jövőbe, s új 120 évet friss kedve fogad. Csak ebben lépben nagy szám az a 120, amely után már lehetős lesz az út, de a te pályát csak szebb ívbe szökken, minél több 120 évén nő a múlt. Köszöntjük hát ifjú erős atyánkat, míg lábunk szentelt küszöbödre hág, úgy érezzük, körödben újra állhat a szívedből áradó ifjúság. Újra tanítsz az életbe kimennünk, és büszkén vinni bölcs tudást épített, és vallani nem húhat romba bennünk, amit a jó iskolánk épített. Jó iskolánk, még sok-sok 120 évet élj meg, virulj, légy fénylő, tiszta nagy. Következ lüktesen az ifjú élet, ezer meleg szív, ezer büszke agy. Nemes tanárok, sok nemes tanítvány, hírét növeljünket tisztes falak, s ne roncsa fényük soha hitvást, ne roncsa fényük soha hitvást, ne álljunk meg se. Úgy juss el a szent jövő elébe, mikor megint boldog lesz a magyar, régi erények, régi nagyság népe, bár miket ám már rég a sírt akar, te élj helyettünk majd, és te neveljed unokáink is híven és igazán, s legszebb ünneped akkor ünnepeljed a feltámadás édes tavaszán. Thank you.
Kisfiú urat, amúgy Sáfián Ádámot, városunk polgármesterét, hogy mondják el köszöntő beszédeiket. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm a mai jubileumi ünnepségen megjelent minden kedves diákot, akik nem kevesebben vannak, tanárt, Abaúj Szántói polgárt, egykori diákot, hiszen nagy ünnepség ez számunkra. Tisztelt tankerület igazgató úr, polgármester úr, igazgatóasszony, kedves pedagógusok! Kevés olyan patinás iskolája van Abaújnak, mint az Ilosvai Sejmes Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Már maga az épület megjelenése. Aki itt elmegy a főutcán, Szántó főutcáján, mindenki fölkapja a fejét, különösen ha idegen és nem tudja. Nemrégen az egyik kedves ismerősöm, egy államtitkár jött Abaúj Szántóra és kérdezte, hogy hol van a polgármesteri hivatalban, ma megtalálod egy szép épület, és itt megállt, és ment be, és mondta a telefonon, hogy hát nincs kiírva, hogy valami, hát mondom, egy kicsit odébb kell menni. Ez is látszik, hogy egy a génius a hely szelleme épületében is mennyire fontos megjelenésében, ami takarja azt, hogy egy intézményben, egy épületben milyen élet folyik. Hát ez az első figyelemfelkeltő, amit mindenki észrevesz, és ezért már csak külső megjelenésében is Abaújnak az egyik legszebb iskolája. Abban is egyedi ez az iskola, hogy 120 éves. 120 éve folyamatosan oktatás történik benne, és abban is különleges, hogy nem Rákóczi, nem Kossuth, hanem egy olyan névadója van az iskolának, aki a hely szellemét őrizve a 16. században egy olyan iskolamestere volt ennek a városnak, ami messzi földről ide vonzotta a diákokat. Ilosvai Sejmes Péter, és abban is egyedi, hogy most nem csak az iskola 120. évfordulóját ünnepeljük, hanem a névadó felvétele 50 éve vette fel az iskola, ez az intézmény Ilosvai Sejmes Péter nevét. És hát fontos, hogy az iskola hordozzon nem csak úgy általában a magyar történelem nagyjai közül bárki névadójaként, hanem a kötődés nagyon fontos, hogy aki egykor szánti volt, ha rövid időre is, de itt élt közöttünk. És az ő neve elvitte az akkori időszakban Szántó mezővárosának a hírnevét. Hiszen írói vénával megáldott iskolamestere volt, amit tudunk 1968-ban. És igen, ez is mutatja azt, hogy Abaúj Szántó Abaújnak mindig kiemelt területe, városa volt. Hiszen tevékenyen részt vett abban a folyamatban, amit például a 16. században a reformációnak hívunk, a térség megújításában, Göncz és Vizsoly mellett. Igen, a 120. évfordulóját ünneplő iskola is ennek a hagyománynak a folytatásaként megőrizte vezető szerepét a 19. században is, aztán ahogy elindult a 20. század első évében, mert azért voltak előzmények is. Nos, éppen ennek a hagyománynak köszönhetően a 20. század egy nehéz évszázada volt a magyarságnak is, Abaújnak is. De ez az intézmény megmaradt. Mindig nyitva voltak a kapui, és a lényeg, hogy az állandó megújulás volt a jellemző erre. Gondoljuk csak el, hogy az első háború után milyen isteni időszaka volt a térségnek. Aztán a második háborút is sikerült túlélnie. Olyannyira, hogy 1964-től, majd igazgatóasszony bizonyára ezt elmondja a történetét az iskolának, majd egy évtizedig gimnáziumi oktatás is folyt a történelmi falak között. És ma már szinte hihetetlen,
hogy majdnem 1000 diákja volt ennek az iskolának. El tudják ezt képzelni? Arról már nem is szól, hogy én is majdnem ennek az iskolának a diákja lettem, hiszen a nagybátyám Béla bácsi írók lelkész, és hát mondta édesapámnak, hogy hát akkor a fiúnak itt jó helye lesz, csak hát nem volt diák otthon, úgy ahogy, és hát ezért kerültem Fonyból Göncre, lettem Göncre diák. De mindig nagy tisztelettel hallgattam az egykori diákokat közöttük, Nagy Márti Hubár unokatestvéremet, aki érdekes dolgokat, az angyalos testvéreket, érdekes dolgokat mondtak az iskolában. És mint kívülálló egy kicsit Göncz diákként is mindig elvágyottuk, hogy milyen szép épület ez, milyen jó iskolai élet folyik itt. És 2012-ben már megújult épületet együttessel tovább folytatta a regionális vezető szerepét, és hát így a művészeti iskolával kibővülő intézet a helyi gyerekek mellett a környék 12 településéről fogadva gyerekeket, nem sorban fel, mindenki tudja. Éppen ezért a születésnapon illik gratulálni. Gratulálok a városnak, az Irosvai Sejmes Péter Általános Iskola életén keresztül továbbra is erősíti és megerősítette a városnak az abói térségben betöltött szerepét. És úgy hiszem, hogy ma is kiveszi a részét a felzárkóztató és tehetséggondozó programjain keresztül abói fejlődésében. Nem könnyű sors ez a pedagógusoknak, remélem értik. Mégis helytállnak. És gratulálok az itt tanító pedagógusoknak is, főleg a hölgyeknek, kollégáknak, a magas színvonalú oktató nevelő munkájukhoz. Én úgy hiszem, hogy ma a 21. század technikájának, követelményeinek megfelelően méltóképpen viszik tovább a nagy hírű abaújszántói pedagógus elődöknek a munkáját. És végül gratulálok az itt tanuló gyerekeknek. Felírtam magamnak, hogy becsüljétek meg magatokat, hogy ilyen jó iskolába jártok. És majd 10-20-30 év múlva, amikor kirepültük az iskolából, akkor fogtok visszagondolni, hogy milyen jó iskola volt ez. Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? Hát a Szántiak. Úgyhogy gratulálok igazgatóasszony, tankerületi igazgató, polgármester úr, kedves pedagógus kollégák. Isten éltesse a következő 120 évre az Irosvai Sejmes Péter Általános Iskolát. Köszönöm, hogy itt eljöttem. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Tisztelt képviselő úr, tankerületvezető úr, igazgatóasszony, kedves vendégek, kedves diákok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Abaújszántó Városi Önkormányzata nevében ezen a mai ünnepségen. Ez egy hatalmas dolog, hogy a költő is fogalmazott, ne hagyjátok. De az elmúlt 120 évben az iskola, az itt dolgozók, az egykori diákok nem hagyták az iskolát. Nem hagyták, és mindent megtettek azért, hogy öregítsék az intézmény és a város hírnevét. Napjainkban, amikor sokat gondolkozunk, sokat beszélünk arról, hogy a település milyen utat találjon magának. A testülettel sokszor ülünk össze, és próbáljuk meghatározni a Abaújszántó jövőjét, irányát. Az egyik kulcs terület, művészet és kultúra. Ahogy képviselő is fogalmazott, Abaújszántó, Abaújnak meghatározó települése, meghatározó városa volt mindig is a történelemben, és a művészet és a kultúra kiemelkedő volt az iskola falai között. Ez napjainkban is így van, hiszen számtalan diákra, akkori diákra lehetünk büszkék, akik messze viszik városunk és az itt élők hírnévét. És büszkén mondják, hogy igen, milyen nagyszerű pedagógusaink, tanáraink voltak. Így a jövőben mi is ebben az irányban mozdulunk el, hogy Abaújszántó még inkább a térség, a járás meghatározó kulturális és művészeti központja legyen.
Ebben nagyban támaszkodunk majd az iskolára és erre az együttműködésre. Itt a születésnap alkalmával én nem tudok más kívánni, csak még 120 évet legalább. És kellemes ünnepést kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen! Tisztelő szavakat. Műsorunk folytatásaként Merényi László Ivasvai című versét hallgathatjuk meg Hollókői Szabolcsnak, iskolán tanárának tolmácsolásában. Merényi László Ivasvai. Tavaly tölt időkre emlékezzünk mostan, 400 esztendőre lévedünk a múltban. Százados könyveinkig már beszéljetek, jó Sejmes Péterről ne feledkezzetek. Ekkoriban híres iskolának számít Szántó városáé, Kodászécsi is tanít, 40-es években Vagyzi András is tanulója volt itt, ki magyarul KT-t írt. Napi 6 órában oktatnak 6 napon, 10-15 deák járt ide egykoron. Latin grammatikát Molnár könyvből vesznek, görög nyelvtan pedig Károly szerint nyernek. Ekkori időkben törvények úgy írják, retorikát taníts, tisztább, ékes szólást. Hivatott a skóla középszintig járni, egyetemre elszánt diákot oktatni. Ide érkezett meg szép áldást mondani, Nagyidán született Vándor Ivasvai. Oskolamester volt a híres énekes, Szántó városához méltó tanár ő lesz. Református papnak irányításával, a törvényt követve több munkát is vállal. Temetésszolgálat énekvezérléssel, oskoladeákok közszereplésével. Járandósága volt szőlő az agyagon, rendeltetés szerint lelkésznél posztoljon. Barátjaként számít Túri prédikátor, kinek lányához írt számos neves versor. Sejmes Péterünknek sok munkája készen, Tolliról megint egy kis túljátéken. Nagy Sándorról előbb, majd Bibliás Párról, és imént szóltam nevek magyarázatjáról. Késői utókor, adózzunk ő neki. Köszönjük munkádat, Mester Ivasvai. Ma iskolán ki nevedet viseli, emléket, itt létet sokáig megőrzi. A következő percekben Donko József Béla tankerületi igazgató úr, majd Hollókőné Bodnár Mária iskolán igazgatója mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelt képviselő úr, polgármester úr, igazgatóasszony, kedves kollégák, tisztelt a Babuj Szántóiak, szülők, gyerekek. Az az épület, ami mögöttem látszik, az valóban az egyik legszebb Hidasnémetitől Zemplén akártig. Körülbelül 110 kilométert ölel át, ha területét nézzük a tankerületnek. Nem csak egy épület megjelenése fontos, de legalább ilyen fontos, sőt, néha azt gondolom fontosabb, az a belső tartalom, amit csak a kollégák, a pedagógus kollégák tölthetnek meg megfelelő tartalommal. Önmagában azonban azt gondolom, ez is kevés lenne, hiszen ehhez partnere van szükség. Ezek a partnerek mindennapokban a gyerekek, a diákok, de bizony a szülőkre is, a felelősen gondolkodó szülőkre is óriási szükség van. Ez a háromszög, a pedagógus, a diák és a szülő számíthat egymásra. És ezen kívül én azt gondolom, hogy az iskola számíthat a fenntartóra, a Sárospataki Tankerületi Központra. Közel 50 feladatellátási helyen dolgoznak a pedagógus kollégák a Tankerületi Központban. Ma egy picit mindenki az abonyszántújakra gondol, benneteket ünnepelnek. És hogy ezt az ünnepet emeljük, egy családban ajándékot is szokás hozni a családtagnak, pláne. A Sárospataki Tankerületi Központ az abonyszántúi Ivasvai számára saját költségvetésén felül szabadon felhasználható nyilván taneszközökre 1 millió forintot bocsájt a rendelkezésetekre, használjuk egy esetben. Köszönöm szépen! Hát ez tényleg igazi meglepetés. Nagyon szépen köszönöm a diákjaink és kollégáink nevében a tankerületnek, a tankerületnek.
Nagyra becsüléssel köszöntöm Önöket, akik jelenlétükkel emelik a mai esemény fényét, mely nap egyike a legjelentősebbeknek az Ilosvai Serves Péter Általános Iskola életében. Megtiszteltetés számomra, hogy körünkben üdvözölhetjük dr. Hörcsik Vihár országgyűlési képviselő urat, Donko József Béla, a Sárospataki Tankereti Központ igazgatóját, Péli Krisztina Mária asszonyt, a Sárospataki Tankereti Központ szakmai vezetőjét, Sáfián Ádám polgármester urat, város, Abolcsszántó város polgármesterét, és a képviselőket és a képviselőasszonyt. A házigazda őszinte örömével köszöntöm és köszönöm a megjelenést a társintézmények vezetőinek, munkatársainak, iskolánk volt igazgatóinak, pedagógusainak, az aktív kollégáknak, szülőknek, egykori és mai diákjainknak. Engedjék meg, hogy egy Eötvös József idézettel kezdjem ünnepi köszöntőmet. Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanulunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük. De a hatás, melyet egy jó iskolai rendszer szellemi tehetségekre gyakorol, az megmarad. Ünnepelni jöttünk ma. Történelmi mértékhez viszonyítva a 120 év nem túl hosszú időszak. Nekünk abolcsszántóiaknak mégis jelentős, mert ide kötődik életünk hosszabb, rövidebb korszaka. Arra emlékezünk, hogy 1901. szeptember 1-én elindult az oktatás. Az intézmény átadásától kezdve állami iskolaként működött. Az állami iskola mellett felekezeti iskola is működött a községben, a mai kormányablak helyén, mely a római katolikus egyház tulajdona volt. 1971-ben intézményünk születésének 70. évfordulóján felvette az ilosvai Selymes Péter 16. századi vándorénekes nevét, aki Arany János Toldi című művét illette, s arra, aki 1568-ban a híres Szántói iskola oskola mestere is volt. Névadunkról sajnos kevés leltári anyag áll rendelkezésünkre, de alakja a Toldin keresztül közel vihető tanítványainkhoz. Emlékét szeretettel ápoljuk. 2002-től minősített alapfokú művészeti oktatás keretében 4 művészeti ág, a zene, a tánc, a drámajáték és a képzőművészet. Napjainkban a Lavotta János Művészeti Iskola tagintézményeként működünk. 2005-től ökoiskola vagyunk. Ma már örökös tagként munkálkodunk, mely a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiai értékeit képviseli. 2012-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmai bizottsága kiváló tehetségpontra minősítette iskolánk tevékenységét. Számunkra fontos a tehetséggondozás, tehetségazonosítás és a tehetségpontok hálózatba való bekapcsolódása. 2019 tavaszán az újraminősítéskor ismételten elnyertük a kiváló tehetségpont címet. Sok-sok év telt el, és több generáció koptatta az iskola padjait. Tanárok és igazgatók váltották egymást. Újabb és újabb oktatást megreformáló törvények születtek. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik részesei voltak az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola 120 évének, és meghajtom fejemet azok előtt, akik mindig többet akartak annál, amit az adottságokból megvalósítani lehetett. 120 éves az iskolán. Nehéz, de talán annál szebb múltra tekint vissza. 120 év. Mennyi-mennyi munka, öröm, harc, türelem, remény, szenvedés, siker, csalódás és élmény, kitartás és álom van az elmúlt több mint egy évszázad mögött. S milyen hátteret szolgáltattak ezek az évek? Nehéz egy kor távlat nélkül megélni, megítélni. Árbecsvárt szavaival élve, nem tudom, hogy a kor, amelyben élünk, a legjobb vagy a legrosszabb.
de biztos vagyok benne, hogy ebben a korban kell élnünk, akár tetszik, akár nem. Előbbi idézet szerint a kor, amelyben élünk, nem mi választjuk meg, de arról mi tehetünk, hogy milyen társadalomban éljünk. Egy iskola együtt él a magyar történelemmel, együtt élvezi és szenvedi annak fordulatait, aktualitásait, elvárásait. Köszönöm elődeimnek és jelenlegi kollégáimnak, hogy megőrizték a hivatásukba vetett hitet. Mi pedagógusok a rengeteg változás és váltakozás ellenére hiszünk a nevelés lehetőségében, munkánk fontosságában, tisztában vagyunk felelősségünkkel. Meggyőződésünk, hogy az iskola mindenkor értékteremtő és kultúrateremtő intézmény, mely nem csupán szolgáltató központ. Hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjenek, és iskolában igyekszünk biztonságot nyújtó, érzelmi környezetet teremteni számukra, képességei kibontakozásához. Mindezek elérésére továbbra is nagyon számítunk a szülők bizalmára és együttműködésére, civil szervezeteink támogatására, jóindulatára. Külön köszönetünket és hálánkat szeretném tolmácsolni iskolánk valamennyi dolgozója nevében a Sárospataki Tankeleti Központ vezetőjének, Donko József Béla igazgatónak és munkatársainak, akik mindenben támogatják szakmai munkánkat. Hálával tartozunk Avol Szántó város polgármesterének, Sápián Ádám úrnak és a képviselettestületnek, hogy bármilyen kérésünkhöz segítő szándékkal állnak. Tisztelt kollégák! Önök valamennyien részt vettek iskolán történetének alakításában. Részt vállaltak a nehézségek leküzdésében, a siker elérésében. Mindeközben kérem tisztelettel és megkülönböztetett figyelemmel gondoljunk mindazon pedagógus kollégákra, technikai alkalmazottakra és tanítványokra, akik már nincsenek közöttünk. Kedves kollégák, munkatársak, tisztelt vendégeink! Ezen ünnepélyes alkalomból Szűcs Ottóné Marika iskola történeti kiállítást készített, mely iskolánkban megtekinthető, és fogadják szeretettel Király Katalin kolléganő vezetésével iskolán tanulóinak ünnepi műsorát. Kimagasló munkájuk elismeréséül oklevelet szeretnék átadni Szűcs Ottóné Marikának és Király Katalin kolléganőnek. Kérem fáradtok! Melyet hetek óta végeznek, hogy a jeles alkalmat méltóképpen megünnepelhessük tanítványaink és vendégeink körében. Kedves kollégák, köszönöm a munkátokat! Tisztelt ünneplő! A 120 éves iskolai jubileumi ünnepségünk alkalmával intézményünk valamennyi volt és jelenlegi dolgozóját, diákját nagy szeretettel köszöntöm. Végül szavaival zárom soraimat. Elmúlt, mint 100 más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, és nem szavak. Köszönöm a figyelmet! Most pedig fogadják szeretettel az Ilospai Kórus műsorszámát. A
kórust vezényli Séle Jatalka iskolán volt tanár. Szeretettel köszöntöm a Szükség kórus nevében a megjelenteket. Mi mást hozhattunk volna, hogy Kodály Zoltán régi magyar diák köszöntőjét. Ez az első számunk. Én fogadják szeretettel. Yeah.
Abdi Endre Ilosvai című versét hallhatjuk Kaponoszki Lóránt 7. osztályos tanulók előadásában, melyet követően Laszkó Kincső Csészi Otthon című dalát énekli el nekünk. Sermes Péter. Jó Ilos vagy Sermes Péter, néha-néha úgy szeretnék elborozgatni ő kerményvel. Lágy keménység és kemény látság, neki is ez volt pátriája, ez a szegény cifra szilárdság. 1-200-an mit számít köztünk, ő is itt támadott és sínylett. Álmodtunk, sírtunk, ösztönöztünk. Őt a régi hősök sarkálták, s éjjaj, magamnak vagyok hőse, s ránk csaptak erdővágó balták. Hajra találkoznánk mi ketten, beelbúcsúzni sok mindentől, amit eddig nagyon szerettem. Haj, be kibeszélnék magunkat, két régi, örök, magyar ember, akiket már minden mutat. Ő Toldiról mondan a szépet, s forrunkat összekocítván, sírva adanunk a meséket. Thank you.
tanításában iskolán volt diákja, Firmánszky György, Keszthelyi Zoltán Sokszor köszöntöm című versét szavalja el. Majd citerásaink előadását hallgathatjuk meg Pilicki Zalán, Lénár Péter, Szabó Réka és felkészítő tanárunk Bancser Gábor közreműködésével. Keszthelyi Zoltán, sokszor köszöntem. Sokszor köszöntem én az iskolának, mely tavasz végén elcsendesedett. Az ablakok s a termek visszavárnak, nyelvem hegyén reszket a felelet. Sokszor gondolok kipirult arcomra, ahogy benyitok s az abadban ülök, elfulladok, elmém ekértés nyomja. Mi lesz velem, ha egyszer felnövök? Sokszor búcsúztam én az iskolától, de felnőtten is visszatértem én. Tengerek hívtak, láttam a víz lángol. Vörös arkonban úszott a remény. Bejártam már a naprendszer bolygóit, mint fantasztikus regény utasa, de hallottam, a kisiskola szólít, siessek vissza, siessek haza. Évtizedek kísérnek, s valahonnan vékonyka hangon szól egy kisgyerek. Én szólok-e? Vagy csupán a vízhangon? Szorongva nézek, s félbefelelek. Az iskolának búcsút sosem mondtam. Ő hívott engem, és én hívtam őt. Kapuja előtt állok égő gondban, s nézem az égig hullámzó időt. Thank you.
szóval kívánok. Thank you.
köszöntessük, tekintsük meg együtt művészeti iskolás diákjaink néptáncos előadását. Thank you.
végezetül egy a felső tagozatos diákjaink és pár tanárunk közreműködésével létrejött kis színdarabban zárnánk műsorunkat, melyhez jó szórakozást kívánunk. Múlt idézőt Isten hozott. Bár régebbi a történet, hívebben is tükrözheti, mi bármikor megtörténhet. Nem csak 120, majdnem 500, ahány évet visszaszámlálsz. Ismerős lesz tán a téma, így dolgot akár most is látsz. Ki visz minket messzi múltba, iskolának névadója. Úgy is itt él, ma is köztünk, nevét is olyan gyakran rejtjük. Hová jársz és hol végeztél? Iskolát honnan érkeztél? Réges-régen hírét visszük, s becsét talán öregvítjük. Szerencs patak, de sok vized lök majd itt már rég azóta, midőn ez iskolamester, mi városunkban tanítta. Kicsit, nagyobb, ember lett mind, és tudását átadhatta, mégis nyughatatlan lelke, szellemet többre sarkalta. Mi lenne, ha megjelenne? Tényleg új életre kellene? Hogy ítélne? Mit gondolna? Ekkor hozzá méltó volna? Nincs kihívás, nincs fejlődés. Ez még zilog szép manna. Ennyi lenne, értem. Ez órák csak dombina. Váratlátom minden percen, hogy lenne megütvetik. Kivárj még réltízadva tudásit a főkövei. Sok ízben csak testem látják, unat hangon meg sem hallok. Bunt csak játék gondvézolás, bírnám minden is tanul. Mikor lesz ebből fejlődés? Érdem szerint nevelítés. Számtan írás, olvasás, a többi már itt nem tudás. Elmérgedni és kutatni, az ő korukban már nem volt. Alapokat nyüstöl légig, de a sok is nem volt. Mester, megint másoljára, hogy gondol az iskolára? Nékem az is magas lenne, bár a kezedre tükrössze. Én hol milyen muszka mondja? Jövök, de bármilyen tudja. Párosztály csak járt a húra, jobb óra a kisorozva. Eredjen már mindig itt szólt, rajta nem múlik már mondám. Üljön kedés a padokba, a seprő, de el nem dobja. Igaz, mester, van sok kimen, de nem volnék olyan csak áll, okos, jó ember, haladhat akár a mester. Inkább zárjon már mielőtt, régi nótát nem hallgat. Nem bellás, nem betepart, de menjünk ki, mert most van. Fiam, mi lett? Miért nem iszol? Nem csúszik a jó szánt, Tibor? A legjobbát neked hoztam, hívén megiszod azt nyomban. Mi bánat ér? Mi baj emész? Felingerelt egy kis diák, hogy a nagyja bőszített fel. Nem jellemző ezt rám. Én végre már nem kell a bor, úgy ülök itt megszokásból. Olyan vét is nálad minden, itt valahogy gondom nincsen. Oskolában érte nem jól, mutat már a szájbarágás. Mennék messzi útra, szűkösött a mesterlakás. Kétségeink támadtanak, oktatásról meddig lenne. Mint hét még nem nyílnak, az a sok is a bóvel. Ha nyílik is, én már jóval többet, s többre vágyik. Nem tett engem igazából oly sokan, hogy semmi várhat. Írnék, hogy már oly sokszor versenkedés históriát, de lehúz az egyszerűség, tehát semmi sem fontosság. Igaz, mert befogtam a lépodrászatokba, ha már pál barátodnája most keresztelőre vált. Érzem egyéb feszül bennem, ha nem lesz még tartson. Muszáj lézen útra kellem, ha van is valami új szám. Haj már, fiam, hová futnál? Éved lassan fél száznál jár. Állapodj meg itt mi nálunk, van nekünk is sok szép lányunk. Házasodni, megnyugodni, portácskánt a szép égeti. Olyan jó nekünk itt lenni, nem kell olyan gyorsan menni. Jól van, öreg, igazad van. Neked azt nincs kétségtelen. Megfontoltad leszek én is, hogy mondd át, nem olyan gyűjtelen. Ladba vett egy hó és matra, ha látod jobban jövőt, tiszteltük egy hivatalás, most maradok én minden bárba. Ó, ha én is őszbutnék, száz évet reállátni. Államhozni a jelentőt, még én osztanám jövendőt. Tanításunk hová fogod? El része vagy tárja, úr. Gondolkodók lesz jelentőt, vagy ha nem, hát elveszed. Lesz ki fény az éjszakában? Haladunk a tudományba.
Kisdiáknak mit kell tudni? Ellenében megígjuk. Kedve lesz egy kutakodni, és nem csak mindent elfogadni. Mi lesz mi az? Isten tudja. Álmos pillám lassan. Sem nagyon bírta. Szerinted ez úgy bújtaná, de bukkantam, mint a régi. A szerkőre elég alter egyedi, azt meg kell hagyni. Ősök nincs itt, mit ez a fog, mit keresed el,
Ezredéket gyümölcsölünk, ezen nem ebben nem tett. Ha nem szokáson ért halni, tiszteletük el kellene már, ne légy át szemtelen, mint ne légy házon ötel. Előleink rendjén, a jelenet tápláját, úgy nézek, hogy a szükség, hogy érted tűzött, mint a kell. Esünk hazok, mint a gyöngyörgőkben van, most jelenleg úgy szobál, akár érünk majd, egyre törökezünk. Haza, harc, mint jelen jövő. Gyerekek, mennyire megyünk, mit tettünk a jövője, újra, újra, ez jön elő. Minket ugyan hiányozik, úgy kezelnek, mint selejt. Egyemek nem szeretnék felni, óvik meg a környezet. Ez a tanács sem volt újabb. Minden óta olyan régi. Ő sem fogja köszönni olyan sokat a képzőkére. Miért mi, hogy mindenkinek tökkesi is ellenkezve? Ti sem vagyunk, amíg én olyanból sem csezzett, nem de? Ki szerette? Most nincs. Aki szeretne, az forgat. Láttátok? Ez nagyon jó van. Miért akar a gyerek és tanár mindig ugyanazon lenni? Múltak és jelen, hogy lehetne egy jelenre ráérni? Ugyanolyan becses minden, egy egész nagy úgy, ahogy van. Tisztogatos az én szavam, most vagy régen úgy jövök. Szólhatsz, érthetsz, figyelmeztetsz, világunknak megismerhetsz. Mi a régieknek állam, mindent könnyen megszerzhetsz. De tanár úr lazán beszél, tőle semmit el nem szednek. Szabad felnőtt, szabad ember, gyerekeket csendben ellen. Persze, mondd csak, igazad van. Első teres fiák még, tanuld-e? Mert meg kell menni. Hetet halad, be kell menni. Sajnos nem érzel el, hogy mi szabad teled is nagykor. De nem vagy totál mellette. Harcolunk, mint úgy látom, hogy többet lehet, még mai diák többet lehet. A nagy hangját jóra szállja, s nem csak másokat látom. Uram beszél, és van igaza, de nem néz a tanerőbe. Hogy lehetne szavunk óra, jöjjön a tanerőbe. Kicsit is, és kicsit adtad, akkor talán te is kapasz. Hozz el olyan feladatot, meg kevésbé unalmas is. Ne csak kritikával élj már. Segíts, haladj, utas, építs. Ezt tudod, úgy látom, még amedatit nem is érzi. Az én koromban ennyi minden rakat volna, de nem is baj, mert egészen istenek angol sorja. Úgy látom, hogy most arra már formálható világ is, okosan használt szavatok száz felint elszorítjátok. Legtöbbünkben ott a szikra, az is tovább viszett pénzt, hinni kell, hogy nincs van, pedig te érte is meg az élet. Én is erre váljuk régen, de nem ez az én világ. Megyek, megteszem szépen, amit majd ti elvilágok. Teszem inkább én is, amit lelkem el a parancsolat, írok, és járok az országot, élesztem a világot. Megteszem, megteszem, megyek. Tovább, magam sem tudom, de ha egy gyereknek is megy, akkor én is megpróbálom. Hangosabban, szabadabban, élhetem majd életem, mert van remény, a rendszer talán el még nem veszett. Lesz majd fejed, lesz majd olyan, ha ijesztő is az olykor, ha gondolkodó, s nyitottan, az a csinytelen utolkor. Ha a gyerek szemtelen is, szóra bátor, lelke szabad, feltöri a kérdése is, ha kell, vitába is szalad. Jó alapot hagyva nekik, a jövőket építik, hát vándultam, megkértem, de szánt után. Miket beszél, édes mester? Az előbb úgy aludt, mint a te. Most meg aztán útra kép. Én aztán ezt nem értem. Állandóan jönni, menni. Árkodókod bejárkálni. Mi a célja ennek, öcsém? Mire fogsz majd ezzel menni? Fámol poétával leszek. Nem lesz egyszerű, azt tudom. De olyan álmom volt az imént, hogy elmondani nem tudom. Ha egy ember szólni mert, szavát sokszor elfúj a szél, de a sok helyre jut el, az akár örök is jön. Megkeresik, példát vesznek. Évek múlva az emberek, és a vándorlók már lehullanak, szabadabb lesz minden gyerek. Így végződik a történet, mi mesterünk elesett meg. Tanulságod legyen írva, hallja város minden fia. Mint csak utainkon járunk, tán nem marad puszta álmunk, hogy reményt a jövőben is minden bizonnyal találunk. Ösztönözze tetteinket, fényes álmok ezer sora, múlt, jelen, jövő összeér, ilyen sok az iskola.
figyelmüket és fellépőink kitartó munkáját. Minden kedves vendégünknek további szép napot kívánunk! Thank you.